családok jönnek főleg, jönnek a régi gyerekek, akiknek már gyerekük van, és hozzák a gyereküket, meg jönnek az új gyerekek, és miután én szeretném mind a két generációt kielégíteni a dalokkal, azért régi dalokat is éneklek, meg új dalokat is, mert úgy látom, hogy a kicsiknek, a mostani gyerekeknek az új dalok jobban tetszenek, jobban szeretik őket, mint a régieket. Ismernek néhány régit is, de ők az újakat szeretik. Az anyukák, meg az apukák, meg a nagymamák, azok meg a régebbieket, tehát én nekem mindig úgy kell vegyíteni, hogy a régi dalokból sem maradjunk ki az, amiről tudom, hogy esetleg szeretnék hallani. Új műfajt teremtett előadó művészként, a magyar költők verseit közel 30 éve énekli, hát azt gondolom, hogy generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása közben, a gyerekek Magyarországon elsőként, tehát ti, kedves gyerekek, a Mosoly rend lovagjának választottátok. A Kezdődhet a mulatság című új CD-je, amely 2015-ben jelent meg, és az év gyermekalbuma lett, és fonogramdíjjal is jutalmazták. A család ünnepeiről szól ezen a mai napon itt a Fesztivál Katlanban. Az előadás az pedig arról szól, hogy amíg egy gyerek megszületik, a születéstől kezdve mennyi sok mindent kell megtanulnia ahhoz, hogy kisbabából gyerekké váljon egyáltalán, hogy még csak nem felnőtté, hanem csak nagyobb gyerekké, aki már úgy gondolja, hogy ismer valamit a világból, és ahhoz nagyon sok mindent kell tanulni és tudni. Mint madarat úgy eteti, mint életét úgy szereti. Esküvő, családok, a férfi nő, mi vagyunk a rokonság, kezdődhet a mulatság. Esküvő, családok, a férfi nő, mi vagyunk a rokonság, kezdődhet a mulatság. Kavarok a lakodalom, homolyom a sokadalom, fürge baba mászik, hangos hőfé vadonászik. Csillám röppel, ufi pukkan, dobog a tánc egyre jobban, víg akkor jongatnak ezt.